Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a GTA 5-ből. Ez most nem az online része, ez sima story mód. És most pedig nem mással fogunk foglalkozni, mint egy különleges easter egg-gel, ami megtalálható a GTA 5 story módjában. És ezen túl lehet, hogy még lesznek ilyen videók, ahol éppenséggel egy adott easter egg-gel fogunk foglalkozni. Ez pedig itt található ezen a hatalmas nagy hegyen, pontosabban is itt ezen a területen található meg. Ebbe az easter egg-be, amit látni fogunk, az egy szellem. Ez a szellem nem akármilyen szellem, ez csak éjszaka 11 és éjfél között jelenik meg ott szembe az előttünk lévő sziklán. Hogyha túl közel megyünk hozzá, akkor eltűnik, nem is látható, viszont innen távolról, innen a szikláról tökéletesen lehet látni. Ugye a telefonon tudjuk csekkolni, hogy mennyi éppen az idő. Még van hátra egy percünk, azaz egy óránk, hogy megjelenjen ez a szellem, és meg tudjuk nézni. Lehet, hogy már páran láttátok is ezt a szellemet, de aki még nem látta, annak most szeretném megmutatni. És még ezeregy rengeteg easter egg van a GTA Online-ban. Rengeteg, tele és tele easter egg-ekkel, meg különféle kiegészítő dolgokkal, amikkel egy hétköznapi játékos nem biztos, hogy találkozott vele. Ezekre igazán nagy fan, GTA fanok jöttek rá, akik minden centiéről átjárták az egész mapot, az elejétől a végéig. Elő is veszem a sniperemet, és hamarosan látni is fogjuk a szellemet. Nem azért veszem elő a snipert, hogy ezzel majd egy headshotot ráteszek neki, hanem azért, hogy így sokkal jobban láthassuk a szellemet közelebbről. Mivel szellem ugye eleve nem is tudjuk lelőni, szóval teljesen felesleges lenne rá itt rálőni, meg akármivel, bár megpróbálhatjuk, de mint mondom, felesleges. Hiába küldök rá itt a dojetővel, egy rakétát, akármit, ugyanott marad szellem. Na, mennyi az idő, nézzük meg, és mindjárt meg is jelenik, láthatjátok, 49, még 10 másodperc. Igen, Franklinnel jöttem el, már egy jó ideje itt állok, és hát várom, hogy megjelenjen ez a szellem számunkra. Kicsit lejjebb jövök. Mennyi az idő? 57. Na és figyeljétek ott a sziklát, és hasonljátok. Ott is van, na, meg is jelent. Amikor először láttam, akkor én is egy kicsit be voltam. Ó, láthatjátok, meg még van oda írva valami, így vérrel oda van festve föl. És hogyha közel megyünk hozzá, innen még azért látni lehet. De hogyha teljesen közel megyünk hozzá, akkor eltűnik. Kicsit ijesztő. Látjátok, már elhalványult, viszont hogyha távol jövök megint, akkor újra ott van, és lehet nézni, meg lehet nézni újra. Egy halott hölgynek a szelleme látható itt. Ő jött vissza ide kísérteni. Nézzük meg, mi van a sziklára írva. Jaj, mászál föl. Gyerünk. Jack. Vagy nem? Mint az lenne ráírva. Jack. Legalábbis én ezt olvasom ki belőle, hogy Jack van ráírva. Gondolom a hölgy innen vetette le magát a mélybe, vagy nem tudom pontosan, mi áll a sztoria mögött ennek a szellemnek. Gondolom, hogyha utána nézne valaki, ugye a Google-be, vagy pedig YouTube-on, biztos, hogy vannak róla teóriák, vagy megfejtések, hogy miért éppen ez a szellem van itt, miért így néz ki, és ki is ő valójában. Hát egy elég magas termetű, milyen hosszú karjai vannak, azt nézem. Én Slendermanhez hasonlítható szoknyás hölgy. Viszont neki van arca, és hát elég ronda arca van neki. Azt meg kell hagyni.
Hol van a kocsim? Ú, de messze parkoltam. Mennyi az idő, megnézzük. Hát, még ott van, szerintem most már nincsen, mert pont most telt el az az egy óra, amíg látható. Én mondtam, mint mondtam, hogy 11-től éjfélig látható, és ezen a sziklán lehet megtalálni itt. Aki abban meg szeretné nézni, itt, ugye alul van, itt jöttök fölfele, majd pedig ezen a kis úton bejöttök, és itt is van. Könnyebb megközelíteni helikopterrel, én azt ajánlom, mert hát kocsival macerás ide fölmászni, esetleg motorral még könnyen ide tudtok jönni. Most pedig akkor búcsúzóul át le is ugratunk. Még szép. Jó, rádió off. És akkor Franklinnek itt a szuper módjával. Wow! Ugratunk egy szépet. Hátrafele. Ó, micsoda profizmus volt, láttátok ezt? El is fogyott. És bele a vízbe. Hát ezt nagyon kicentiztem. Éppen nem mentünk bele a vízbe, ott egy jakt. De se baj. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor hamarosan érkezünk még több ilyen easter egg-es videóval. Várjátok őket. Addig is, sziasztok!